Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Tegyünk a holnapért. Április 22-e a Föld napja. Első országos ökoturisztikai verseny. Fókuszban a fenntarthatóság. A Föld napja. Közösségi programok a környezetvédelem nevében Bonyhádon. A tánc mindenkié. Regionális örömtánc találkozó Tolnán. 1970 óta április 22-e a világon a Föld napja, ami egy hívószó az életmódváltásra és az odafigyelésre. A természeti katasztrófák a szemünk előtt zajlanak, és az időnk fogytán van. Az embernek joga, vagy inkább kötelessége van itt a Földön? Tehát ez azon nagy nemzetközi napok egyike, ami azért nagyon szépen megmaradt az elmúlt 50 évben. Mégis sajnos azt látjuk, hogy igazán a célját nem érte el, tehát minden létező környezeti indikátor romlik, és egyértelműen és látványosan romlik az életterünknek a minősége. Tehát itt az idő, tehát eljött tényleg az az idő, hogy nincsen választásunk, bele kell állni. A Föld lakosságának körülbelül 72%-a városlakó. Ők a természetben nagyon kevés időt tudnak tölteni, így nem is ismerik azt. Környezeti szempontból egyértelműen a fogyasztás csökkenése, a fogyasztási szokásainknak az átalakítása az egyetlen, ami működőképes. Egyszerűen azt kell magunkban eldönteni, hogy nem attól vagyunk többek, hogy vásárolunk, nem attól, hogy újabb kacatot viszek haza. Az unoka nem azért fogja jobban szeretni a nagymamát, mert még egy kis műanyag kacatot, egy kínai műanyag kacatot megvesz. Az idő az, amit inkább nekünk rá kéne szánni. Sokkal többet a természetben lenni. A természettől nem szabad ennyire elszakadni. Tehát amikor embereket látok, hogy a légkondis házból beszáll a légkondis kocsiba, és elmegy a légkondis munkahelyre, neki hiába magyarázza az ember, hogy amúgy kinn a földeken, a hőhullámokba folyamatosan hőgutát kapnak az emberek. Tehát hogy ez egy olyan dolog, hogy ezt meg kell tapasztalni, és időt kell ráadni. A tudatos vásárlással hatással tudunk lenni a piacot meghatározó gazdasági szereplőkre is. Tehát azt, hogy az ember azért dolgozik, hogy utána tárgyakat vásároljon, és erről szól az életünk, egyszerűen abszurd. És mindenkinek a saját életébe kell megtalálni. Nyilván, aki cégvezetőként, sokkal nagyobb felelősség, aki hétköznapi állampolgár, neki hétköznapi állampolgárként kell megtalálni azokat a lehetőségeket, hogy tudja a fogyasztását csökkenteni, hogy olyat nem vásárolunk, amire nincs szükségünk. A megtermelt hulladékunk körülbelül 37%-a élelmiszer eredetű, ami szintén meghatározó és terheli légkörünket metángázzal. Teljesen megváltozik az épületgépészetben is az igény a hőmérséklet miatt, tehát a klíma irányába. A hőmérséklet emelkedés pedig folyamatos, és ezt nem tudjuk elkerülni, ezt a dolgot, amíg mi nem változtatjuk meg a környezetben a széndioxid kibocsátást és egyéb szennyező anyagoknak a kibocsátását, nem változunk. Sajnos most mi felhasználjuk a természetet, vagy használjuk a természetet, és ahelyett, hogy a jövőnek építenénk ezt a dolgot, és arra vigyáznánk, hogy a természetet megőrizzük, a fákat szaporítsuk, az oxigént növeljük, és ezzel tudnánk Az első országos ökoturisztikai versenynek adott otthont a Szekszárdi Kajakkenu Központ. A megméretetésre az ország egész területéről érkeztek versenyzők. Szekszárdfőterén, a Garai téren találkozunk a résztvevőkkel, a látrészék szegvényeket, vagy elektromos rövelényeket, partnerentől, a Streetworld-tól. A Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképzőiskola által szervezett versenyen elsősorban olyan pályaműveket, prezentációkat vártak, amelyek olyan turisztikai csomagokat mutatnak be, amiknek középpontjában az ökoturizmus áll. Megfogalmazódott a gondolat bennünk turizmus oktató kollégákban, hogy valami versenyt, vagy valami szakmai napot létre kellene hozni. A verseny az csak egy szó itt, igazából a közös munka az, ami a célunk, és az, hogy elindítsuk a gyerekekben, a versenyzőkben ezt a fajta gondolatot, ők lesznek a kollégáink. Nagyon hamar eljön az idő, amikor technikusi vizsgával vagy egy szakvizsgával állnak majd előttünk, és szeretnénk, hogyha ők is meglátnák ebben a jövőt, a,
a leendő bevételüket, úgyhogy fenntartható módon gazdálkodjanak ezzel, és fenntartható módon kínáljuk az országunkat. A döntőt megelőzte egy előválogató, az ott kiválasztott 7 legjobb előadás mérettetett meg ezen az eseményen. És ez egy borzasztó jó kezdeményezés, hiszen ez a terület, hogy ökoturizmus, ez persze sokszor hallja az ember, de az, hogy pontosan mit jelent, az azért nem biztos, hogy mindenkinek teljesen egyértelmű. És nagyon nagy örömmel láttuk, hogy Békés Csaba, Kecskemét, tehát gyakorlatilag az egész Budapestről is, hát nyilván Szekszárdról is, természetesen Bécsről, tehát az egész országban megmozgatta azért a kedves diákoknak a elképzeléseit. Környezetünk megóvása, a természet közelsége és szeretete egyértelműen fontosabbá lett napjainkra, mint azt korábban sokan gondolták volna. A pécsi különítmény egy 4 napos szekszári csomagot mutatott be. A szállás különlegessége, hogy egy vadászház az erdőben, ezzel is fokozva a természetközeli érzést. Nagyon érdekes volt, ugyanis lehetett velünk utazni földön, vízen és levegőben is. Ez azt jelenti, hogy utaztunk például biciklikkel, elektromos rollerekkel, szegvélyekkel, voltunk kenutúrán, hőlégballonoztunk is, kisvasút, minden volt, lovaskocsi is, úgyhogy nagyon érdekes és fenntartható programokkal elsősorban. És mennyit készültetek? Nagyon sokat készültünk rá, kb. Hónapokig készültünk erre. Minden nap átnéztünk, összegyűltünk, ötleteltünk együtt, hogy hogyan csinálhatnánk meg ezt a PPT-t. Az ökoturizmus azért is fontos, mert a tömegturizmusról már a 20. század végére nyilvánvalóvá vált, hogy nem fenntartható, negatív társadalmi és környezeti hatásokkal rendelkezik, ami miatt más utazási formákat kell keresni. Az ehhez hasonló események felhívják a diákok figyelmét arra, hogy az egyre népszerűbb ökoturizmus több, mint címszó. Eldőlt gyertya miatt teljesen kiégett egy családi ház hétfő délután Németkéren a Rákóczi utcában. A tűzesethez a paksi és a sárbogárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik 3 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Az épület lakójának elhelyezéséről az önkormányzat a lakosságvédelmi intézkedés keretében gondoskodott. Ismét csalásokról számolt be a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság. Az elmúlt napokban több feljelentést tettek olyan sértettek, akiket telefonon kerestek meg ismeretlenek valamelyik pénzintézet képviseletében, mert gyanús tranzakciót észleltek. A gyanútlan számla tulajdonosokat rávették arra, hogy távoli elérés biztosító programot telepítsenek az eszközeikre. Egyikük számlájáról közel 2 millió, míg másikuktól közel 11 millió forintot szereztek meg így. Újabb üzemanyagár stopjöhet Magyarországon. Erről Nagy Márton nemzetgazdasági minisztere beszélt. A kormány erről szerdán fog tárgyalni. A miniszter szerint az árstop erős szabályozói eszköz. Hozzátette, az árnak további összetevői is vannak, például az ára is, ahol szintén van lehetőség beavatkozásra. A TESZED nevű program részeként a Bonyhádi Önkormányzat, valamint a Kulturális Központ közösen szervezett környezetvédelmi programot a helyi általános iskolák tanulóinak. Talált ki a tubusos mézek közül több is egy állat alakját formázza. Melyike? Medve, farkas, róka? Medve. A földnapja alkalmából vetélkedőt szervezett Bonyhád önkormányzata a művelődési központtal együttműködve, amely 5 állomásból állt, valamint egy földgömböt rajzolhattak a gyerekek. Összesen 8 osztály jelentkezett a 2 iskolából, mivel sok gyerek van, ezért a csapatokra kellett osztani őket. Egy csapatban 5-től 6 fő van, így 165 gyerek vesz részt. És plusz van, aki csak a Szedd Magad akció miatt jött. A szervezők a természetvédelmére és annak fontosságára hívták fel a figyelmet a közösségi programmal. A diákok számos interaktív feladatot oldhattak meg. Nem vágjuk ki a fákat. Igen, rakni az kész. Meg inkább ringával megyünk, mint hogy autóval, vagy sétával, rollerrel. A Városháza a helyi kulturális intézménnyel karöltve 12. alkalommal rendezte meg az országos programot, így csatlakozva a TESZED akcióhoz. Kezdetben, amikor csatlakoztunk a programhoz, akkor igen nagy mennyiségű szemetet gyűjtöttünk össze, és mivel évről évre részt vettünk a programban, évről évre így egyre kevesebb összegyűjteni való hulladék került a zsákokba,
idén is kevés lesz, de egyre nagyobb a létszám, és egyre népszerűbb a program, így minden résztvevőnek örülünk, és mint ahogy látjuk, a gyerekeknek is tetszik ez a program, szívesen részt vesznek. Az utcákon található apró kis hulladékot, mint műanyag flakonokat szívesen összegyűjtik, és ezzel tanulnak is, hogy egyfajta szemléletformáló program ez. Környezet tisztán tartása mellett a növényvilág védelme érdekében egy fát is ültettek a rendezvénytéren. A fák védelme is, illetve ha fát ültetünk, ugye akkor ezzel tisztább környezetet tudunk biztosítani, illetve madáredető is került kihelyezésre. Így a szemétszedés, igazából a faültetés és a madarak védelme, az élővilág védelme is előtérbe került ezáltal. Idén április 22-től 28-áig a civil szervezetek, valamint az iskolák diákjai gyűjtik össze a szemetet, felhívva a figyelmet a környezetünk védelmére és tisztántartására. A Roadpol kezdeményezéshez csatlakozva április 19-én 6 órától 24 órás sebesség ellenőrzést tartott a rendőrség. Az összesen 837 rendőr részvételével megtartott akció ideje alatt több mint 1000 helyszínen több mint 500 ezer járművet ellenőriztek, közülük 7913 lépte túl a megengedett legnagyobb sebességet. Tolna vármegyében ez idő alatt 161 sebesség túllépés történt. A tolnai Vosinszky Móra általános iskola is csatlakozott a Teszed programhoz. A 6. D osztálya vásárteret vette célba. Megtisztították a játszóteret, annak környékét és a társas házak mögötti területeket. Az iskolába visszavezető úton pedig a Pepco áruháztól a kápolnáig terjedő főút melletti szakaszon dolgoztak. A Tolna vármegyei futball kedvelői ezúttal nem csak hétvégén látogathatnak ki mérkőzésekre, hiszen szerdán megkezdődnek a Tolna vármegyei labdarúgó kupa küzdelmei. Az első fordulóban 8 mérkőzést játszanak a csapatok. A vármegyei selejtezőkből 3 gárda kerül ki a MOL Magyar Kupa országos főtáblájára. Az első forduló párosításai között szerepel Tolna Kakasd, Tevel Dombóvár, de Aparhand Bonyhád összecsapás is. A közelgő április 29-én tartott Táncvilágnapja alkalmából a Tolnai Örömtánc csoport Tolna, Bács-Kiskun és Baranya vármegyei szenior örömtánc találkozót rendezett Tolnán. A szervező azt mondja, célja, hogy népszerűsítse a tevékenységet. Jobbra, kereszt, jobbra, tip, balra, kereszt, balra. Több vármegyéből érkező szépkorúak táncoltak közösen a Tolnai Városi Sportcsarnokban. Az örömtánc találkozón köszöntőt mondott Berta Zoltán, Tolna alpolgármestere. Ennek a lényege igazából egy közösségépítő tánc, amennyire én tájékozottam már itt a vezetőtől. Igazából valami olyasmi is a szlogenjük, hogy nem kell semmit megtanulni. Tényleg azt a célt szolgálja, hogy az idősebbeknek és a szenyoroknak is legyen egy folyamatos mozgási lehetőség, társaság lehetőség, és ugyanakkor egy jó szórakozás is, hiszen fellépési lehetőség is van. Hiszen ez kezdetben önmaguknak, de már egyre több helyre hívják őket, hiszen éppen itt Tolnán múlt héten a Dunamenti Polgári Egyesület fesztiválján is fellépett a helyi örömtánc csoport, és nagy örömömre több tucat embert be tudtak vonni a közös táncba is, meg tudták mozgatni a közösséget. Ezúton is köszönöm szépen a helyi csapatnak a közreműködését. Az összejövetelt Sárközi Lúcia szervezte. Célja volt, hogy más térségeket összehívjon, hogy aztán együtt táncolhassanak. Először is az idős emberek közül sokan már egyedül vannak, és eleve jó az, hogyha ki mozdul otthonról és bemegy egy közösségbe. A másik dolog az, hogy itt a zene mellett, ugye a zene, a tánc az mindenki, az kortala, mindenki megtalálhatja benne azt a formát, amit ő szeret, azt a mozgásformát, azt a táncformát, amit ő szívesen csinál. Ugye mi itt ezt kiválasztottuk, ezt a senior örömtáncot, és azon kívül, hogy ugye most, hogy kikerültünk a munka világából, és már nem vagyunk olyan aktívak, ez egy nagyon jó módja annak, hogy fejlesztjük magunkat. A szervező bátorítja azokat az időseket, akik ki szeretnék próbálni ezt a táncformát. Először is nem kell hozzá partner, ami nagyon fontos, tehát bárki jöhet bármikor, és nem kell hozzá semmi előzetes táncolás, semmi nem kell hozzá, az kell hozzá, hogy valaki elhatározza, hogy én most ezt szeretném kipróbálni. Eljön, kipróbálja, táncol velünk egy kicsit, nem csak nézi, hanem be is áll, és akkor eldönti, hogy ez most jó neki, vagy nem jó, vagy elnyerte, mert természetesen nem mondom, hogy minden embernek ez a szíve ügye, de amint látja, azért országos szinten elég nagy
népszerűségnek örvend a szenior tánc. Most azért is nem 29-én van a tánc világnapján, mert Budapesten mindig van egy központi rendezvény, és azért ott ezres nagyságrendben vannak ezek a szenior táncosok a Hősök terén. És ugye nem akartam, hogy azzal együtt legyen, hiszen megyünk oda mi is. Tolna vármegyéből is érkezett több tánccsoport, így például Györkönyből is. A Györkönyi csoport körülbelül egy évvel ezelőtt alakult, és körülbelül 20-22-en járunk hetente. 2 óra hosszát tart a foglalkozás, nagyon jól érezzük magunkat, nagyon szépen összekovácsolódott a kis csoport, és igazán örömmel táncolunk. A táncokban körülbelül 200-250 szépkorú vett részt. Tekintsék meg Baranya és Somogy vármegye híreit. Elektronikai villamosipari szakmák. Pályaorientációs verseny a Pécsi Iparkamarában. Kortyok és falatok. Benépesült a Kishegy a hétvégén. Földnapja a Tettyén. A Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóság rendezvénye. Hogyan jut el a villamos energia a lakásokba, milyen feladataik vannak az ezen a területen dolgozó szakembereknek, milyen eszközökkel, anyagokkal érik el, hogy például működjön a világítás az otthonokban. Ezekre a kérdésekre kaphattak választ azok az általános iskolások, akik elindultak a villanyász szakmaismereti versenyen. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara már 8. alkalommal rendezte meg a fiatalok pályaválasztását segítő megmérettetését Baranyában. Játékmestereket kérem, már mondják is el a megoldandó feladatokat. Napelem panel biztosítja az áramforrást a propeller forgatásához. Ezt a feladatot kapták többek között azok a baranyai fiatalok, akik elindultak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elektronikával és a villamossággal kapcsolatos szakmaismereti versenyén, a villanyászon. Fókuszba helyeztük a megújuló energiákat. A háromfordulós verseny első fordulójában is több elméleti kérdést tettünk föl a témában. A második fordulóban, amikor egy konkrét pályamunkát kellett készítenie otthoni iskolai körülmények között a gyerekeknek, egy napelem által meghajtott helikoptert kellett összeszerelni. Nagyon jól vették az akadályt a gyerekek. Én úgy látom, hogy az iskolákban, otthoni körülmények között már sok információt szereznek a témában, és ez megnyugtató így a jövőre nézve. A versenyen 26 csapat indult Baranya vármegyéből. A pécsi döntőbe 11 háromfős egység jutott be. A gyerekek 12-13 évesek, 6.-7. osztályosok. Ennek a versenynek egy picit a nehézsége az, hogy fizikát, elektromosságot csak 8.-ban tanulnak a gyerekek, de az első két forduló alatt úgy állítottuk össze a feladatokat, hogy tanuljanak már most bele, lássanak bele már most az elektronikába, és ezeket a feladatokat, amit itt kell megoldaniuk gyakorlatorientáltan, már könnyedén veszik, és úgy láttam, ahogy végigmentem az állomásoknál, hogy nagyon dicsérik őket a cégek és az iskolák, hogy jól fel vannak készülve a gyerekek. A villamosipar iránt érdeklődő és ebben az irányban tovább tanuló fiatalok előtt biztos jövő áll, mondja a zsűri elnöke. Én azt látom, hogy a villamosiparban egy elég nagy növekedés előtt áll. Égetően szükségünk van villamos szakemberekre, a piacnak égetően szüksége van rájuk, és hogyha ezek a fiatalok, akik ma is itt vannak körünkben, úgy látják, hogy valóban hosszú távú perspektív tudja számokra nyújtani, akkor egy élethosszú, jó, biztos megélhetést tud nyújtani ez a szakma. A jelenlegi technológiai fejlesztések, folyamatok is a villamosipar növekedését egyre nagyobb fontosságát mutatják. Én úgy gondolom, hogy a társadalom energiaigénye egyre nagyobb lesz. Tehát az energiában pedig, hogyha helyi szinten gondolkozunk, hogy minél több energiát helyben előállítani, tárolni, akkor még számtalan új technológia vár még megoldására. A társaságunk is többek között hidrogén technológiákkal is foglalkozik. Ez is majd egy jövő iparága lehet, amelyhez a villamos szakmák meg a gépész szakmák szorosan tudnak majd kapcsolódni. De igen, tehát mind az energiatermelés, mind az energiatárolás, vagy pedig amit a környezetünkben látunk, a villamos automatizálás, tehát a gépeknek, a technológiáknak az automatizálása, hát hatalmas boom előtt áll ez a piac. Várunk még rá, hogy ez a boom megtörténjen, de benne vagyunk. Az április 19-i döntőn csak gyakorlati feladatokkal találkoztak a versenyzők, melyeket a megyei vállalkozások és iskolák hoztak magukkal.
A cél az volt, hogy a szakmában használatos eszközökkel, szakifejezésekkel, esetekkel, alapanyagokkal közvetlenül találkozzanak a gyerekek, a feladatok megoldása pedig sikerélményt nyújtson nekik, így segítve őket a pályaválasztási döntésük meghozásában. Hatodik alkalommal népesült be Balaton-Lellén a Kishegy, ahol helyi borászatok és éttermek, valamint kézművesek kínálták portékáikat az érdeklődőknek. Évekkel ezelőtt azért indították a tavaszi és az őszi kishegyi programokat, hogy a helyiek, környékbeliek is jobban megismerjék a szőlőhegy szépségét, az ott készült borokat. Kora délután a viharos szél ellenére is voltak érdeklődők a Kishegyen. A vendéglátók már déltől várták a vendégeket különféle különlegességekkel. Klasszik pieskavica igazából, ez a szerb burgernek vagy szendvicsnek hívek. Cseva csicsa, úgyhogy marhabárány keverékével készült hús van benne. Én csináltam az ajvárt tegnap, vörös babsaláta. Ez egy ilyen rám jellemző kombó igazából, mert annyira távol van a két világ egymástól, hogy földrészekre, de én itt szeretem. Ja, klasszik. De jó lett egyébként, csináltam bele egy ilyen alapot, egy ilyen majonézes joghurtos alapot. A szervezők szerint a program sikerét mutatja, hogy a közösségi megjelenésen túl máshol már nem is kell hirdetniük sem a tavaszi, sem az őszi rendezvényt. Facebook eseménnyel indítjuk mindig a szervezést, és az a nagyon nagy szerencsénk van, hogy ennél több hirdetésre nagyon már nincs is szükségünk, hiszen az emberek már várják egész évben ezt az eseményt, kifejezetten erre foglalnak szállásokat, és szerencsénkre, ha esik, ha fúj, jönnek az emberek. Hat évvel ezelőtt azért indították a kishegyi kortyok és falatokat, valamint a Murci Fesztivált, hogy megismertessék a helyieket és a távolabbról érkezőket a Kishegy borászataival, a helyi étel különlegességekkel. A siker minden várakozást felülmúlt. Még túl is szárnyaltuk magunkat, amikor ezt az egész rendezvényt elképzeltük és kitaláltuk. Nyilván van hova fejlődni, évről évre próbálunk a minőségen javítani, nem csak az ételek, a borok, hanem a maga a szolgáltatás tekintetében is, úgyhogy azt gondolom, hogy mindig sikerül egy picit többet adnunk az embereknek, ez a rendezvény sikere. Az idén 14 borászat, 12 étterem, egy cukrászda és egy pálinkaház kínálatából választhattak a balatoni borok és kulináris különlegességek kedvelői. Kishegy legközelebb ilyen léptékben ősszel a Murci Fesztiválon várja az érdeklődőket. A Föld napjára emlékeztek 20. éve a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóság szervezésében. A szabadtéri rendezvény környezetünk természeti értékeire, azok megóvására kívánta felhívni a figyelmet. A látogatókat több szervezet képviselői várták hangulatos és interaktív programokkal Pécsen, a Tettyén. Több mint két évtizede a Föld napjához, április 22-éhez közeledő hétvégén rendezi meg a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóság hagyományos családi rendezvényét, mely a természet értékeit igyekszik előtérbe helyezni. Egy rajzpályázatot is hirdettek az általános iskolásoknak, melynek kis alkotói a Jurisics Miklós utcai iskolából is megjelentek az egész napos eseményen. Kócsagot rajzoltam, meg ilyen fákat, meg virágokat is. Duna Nemzeti Rajzpályázatra jöttünk. Ezek a lányok igazán szeretik a madarakat, rajzaikon egyre több szárnyas jelenik meg. Én egy fecskét rajzoltam, ami ül egy fán, és sok ágakat rajzoltam rá, meg leveleket. Ezt a különleges járművet közel 10 éve építették a Pécsi Tudományi Egyetem műszaki és informatikai karán szakok közti összefogás eredményeként. A jármű tömege 45 kg és 2000 kilométert tettek meg vele 1 liter benzinnek megfelelő energiával. Most bemutatták működését az érdeklődőknek. Ez egy olyan jármű, amivel különböző versenyeken vettünk részt, és olyan versenyeken, amiknek az a célja, hogy minél kisebb energiamennyiséggel, minél nagyobb távolságot tegyünk meg. Ennek érdekében pedig számos olyan fejlesztést kellett tennünk, ami már messzi van egy hétköznapi járműtől. Ugye ennek a mondhatni autónak olyan tulajdonságai vannak, mint hogy
hidrogén hajtja, mint hogy hidrogén az energiaforrás, és elektromos hajtása van. Közös születésnapja ez a nap mindannyiunknak, akik itt a Földön élünk. Ezen a napon gyűjtsünk minél több információt Földünk működéséről, mondta Kővári János, a Fidesz-KDNP ÖPE önkormányzati képviselője. Ha hálásak vagyunk azért, hogy itt élhetünk a Földön, akkor képesek leszünk megóvni is a Földet, mert akkor nyilván viszonozni akarjuk ezt az ajándékot. Ezt úgy tudjuk viszonozni, hogy a mindennapi életünket úgy szervezzük, hogy ne termeljünk fölösleges hulladékot, ne használjunk fölöslegesen energiát, annyi vizet használjunk csak, amennyire szükségünk van, vigyázzunk a környezetünkre. Mindenki tud tenni érte. Többek között ismeretterjesztő előadások, szakvezetések a Pintérkertbe, pihenőhelyek, kiállítópontok, emlékek a város felett elnevezése, túra is várta, egész nap a földnapi rendezvényen a vendégeket Pécsen, a Tettyén. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Tegyünk a holnapért. Április 22-e a földnapja. Első országos ökoturisztikai verseny. Fókuszban a fenntarthatóság. A földnapja. Közösségi programok a környezetvédelem nevében Bonyhádon. A tánc mindenkié. Regionális örömtánc találkozó Tolnán. Szerdán napközben szórványos záporokra lehet készülni. Nyugaton borongósabb idő valószínű. Kifejezetten hűvös napra készülhetünk. A középső ország részben élénk északnyugati szél fúj. Éjszaka zömmel felhős idő valószínű. Eső általában már nem esik. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!